Január 25-én a Városházán dr. Kovács Ferenc polgármester előtt tettek esküt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 1-es és 2-es számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjai és póttagjai. Január 26-án dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Szabó Tünde államtitkár sajtótúra keretében mutatták be a város legjelentősebb folyamatban lévő fejlesztéseit. Az eseményen egyúttal az elsők között utazhattak a sajtó képviselői egy új CNG üzemű autóbuszon. Január 27-én Nyíregyházáról indult a 6. emlékmenete Doni Hősökért megemlékezés sorozat. Megyénkben 4 nap alatt 18 települést érintve 100 kilométeres gyalogmenettel emlékeztek a Donkanyar áldozataira a Honvédsuli Egyesület szervezésében. Január 29-én ülésezett az idősügyi tanács, melynek tagjai egy próbaútra is elmentek egy új CNG üzemű autóbusszal. Február 1-én az Európai Méhnyakrák megelőzési hét keretében rendezték meg a Debreceni Egyetem egészségügyi karán a Nők egészsége határok nélkül című tanácskozást. A program szervezője a Nyíregyházi Leány és Nőegylet Egyesület volt, melyhez az intézmény védőnői módszertani és népegészségtani tanszéke is csatlakozott. Ugyancsak február 1-én kírják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház ügyvezetője sajtótájékoztatón ismertette a szabadtéri színpad felújításának részleteit. A tervek szerint augusztusban kerülhet sor az első előadásra a megújult színpadon. Február 1-én rendezett konferenciát a Nyíregyházi Szakképzési Centrum a Gyakornoki Program Megvalósítása Nyíregyházán és Térségében című projekt keretében. Február 2-án nagy érdeklődés kísérte a Megyeházán megrendezett településfejlesztési konferenciát. Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter, dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere és dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár február 7-én sajtónyilvános helyszínbejárást tartottak az épülő Hotel Sóstó Spa and Resort 4 csillagos szálloda területén, majd sajtótájékoztatón ismertették a Modern Városok Program nyíregyházi fejlesztéseinek jelenlegi állását. Február 8-án Nyíregyházára érkezett a Twikkel Zicsi Mária Terézia Alapítvány Jószolgálat díjának tavalyi díjazottjait bemutató szabadtéri kiállítás. A 2017-es hajléktalanokért végzett szociális munka intézményi díjazottja a Nyíregyházi Periféria Egyesület. Február 9-én adták át az Árok utcán a Népegészségügyi Főosztály energetikai felújításon átesett épületét. Ugyanezen a napon tartották meg az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 2018. évi munkaértekezletét. Február 10-én Nyíregyházán rendezték meg a Magyar Ifjúsági Konferencia idei első ülését. Ugyanezen a napon adták át és áldották meg a görögkatolikus papnevelő intézet, az Istenszülő oltalmáról elnevezett szemináriumi kápolna, valamint a Nyíregyházi Püspöki Hivatal felújított és kibővített épületét. Az eseményen az egyházi méltóságok mellett jelen volt dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár és dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere is. Nyíregyháza megyei-jogú város önkormányzata a 2017. decemberi közgyűlésén döntött arról, hogy a házasságkötőtermet a jövőben Gróf Károly Ferenc teremnek nevezik. Ezzel az elnevezéssel kíván emléket állítani az önkormányzat a város egyik alapító atyának. A Károlyi termet február 10-én dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Úrik Attila alpolgármester egy aznap házasságot kötő jegyes pár közreműködésével a NASZ nép jelenlétében adták át ünnepélyesen. Február 12-én dr. Kovács Ferenc polgármester sajtótájékoztatóval egybekötött helyszíni szemlét tartott a Nyíregyházi Állatparkban épülő új látogatócentrum munkálatainál. Február 13-ától tekinthető meg a Kubala László emlékkiállítás a Kontinentál Arénában. A Központi Intelligens Hálózati Mintaprojekt regionális zárórendezvényét február 15-én Miskolcon rendezte meg a KOM Központi Okosmérés ZRT Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a nyírségvíz, valamint a nyírtávfő kulcsfontosságú segítségével valósul meg a projekt. A Nyírségvíz ZRT több mint 700 otthonban váltott okosmérésre, míg a Nyírtávfű Kft.-vel a KOM ZRT több mint 16 ezer ingatlan távfűtés és melegvízfogyasztás mérését vonta be az okos hálózatba.
Február 16-án dr. Kovács Ferenc polgármester a sajtó nyilvánossága előtt adta át az idei Városbál jótékonysági bevételét a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakért közhasznú alapítvány részére. A 2 millió forint adományt 10 darab egyedi fejlesztésű betegszállító kocsi beszerzésére fordítják. A bálon a Vállalkozók Nyíregyházaért Egyesület is felajánlást tett az alapítvány munkájának támogatására. Február 17-én hatalmas érdeklődés mellett zajlott az első nyírségi disznótoros fesztivál a Sóstúi Múzeumfaluban, a nevező csapatok böllérversenyen és amatőr kolbásztöltő versenyen is összemérhették tudásukat, ügyességüket. A résztvevőket és a nagyszámú közönséget dr. Kovács Ferenc polgármester, dr. Szabó Tünde államtitkár és dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő is köszöntötte. Február 19-én dr. Kovács Ferenc polgármester sajtótájékoztatóval egybeközött helyszíni bejárást tartott a Pangea Ökocentrum és szálloda építési munkálatainál. Február 19-én rendezték meg a Magyar Ápolók Napja alkalmából a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház hagyományos ünnepségét a megyeházán. A rendezvényen dr. Kovács Ferenc polgármester is köszöntötte a kitüntetésben részesülőket. A Móricz Zsigmond Színház újabb jelentős szakmai sikert könyvelhet el. A Név Carmen című előadás bekerült a Most Stúdió Színházi Fesztiválon az 5 versenybe kerülő kamara produkció közé. A Sedjánszky Nóra rendezte népszerű előadást több mint 50 produkció közül választotta ki a fesztiválnak helyt adó Tatabányai Színház szakmai zsűrije. Február 19-én pedig teltházas előadással vette kezdetét színházunkban a Táncfarsang háromnapos programsorozata. Február 20-án rendezték meg a Városi Diákparlamentet, ahol 16 oktatási intézmény 70 tanulója jelent meg a nyíregyházi diákok képviseletében. Az eltelt időszakban városunk három szépkorú polgárát köszönthettük születésnapja alkalmából. 90. születésnapja alkalmából Péter Bélánét, dr. Adorján Gusztáv közgyűlési képviselő, Simon Gézánét, Tormási Géza közgyűlési képviselő köszöntötte. Ács Istvánt 100. születésnapi alkalmából dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntötte fel február 6-án. Egyúttal átadta az ünnepeltnek Magyarország kormánya és Nyíregyháza megyejogú város önkormányzata emléklapját. További jó egészségben töltött szép éveket kívánunk mindhármuknak!